A 11 fős képviselőtestületből 6-an kezdeményezték azt a napi rendi pontot, mely egy büntetés végrehajtási intézet létrehozataláról szólt. A legutóbbi soron kívüli testületi ülésen esett szó a Fidesz-KDNP képviselőcsoportjának kezdeményezéséről. Nagyatád és kistérségének a legnagyobb problémája a munkahely hiánya. Óriási a munkanélküliség, tehát minden területen nekünk meg kell keresni azokat a lehetőségeket, ahol munkát tudunk adni az embereknek. Úgy gondolom, és pontosítom ezt a büntetés végrehajtás létrehozását. Itt egyelőre arra hatalmaztuk föl a polgármester urat, hogy a büntetés végrehajtás országos parancsnokságánál, illetve a belügyminisztériumnál tudja meg a feltételeit annak, hogy egy büntetés végrehajtási intézet létesítésének mi a feltétele. Ezek a feltételek, illetve érdeklődés még bennünket úgy gondolom nem kötelez semmire, illetve kötelez a lakosság megkérdezésére. Mellett Zoltán képviselő kezdeményezése megosztotta a testületet. A napirendi pontról a következő véleménye volt Orma Istvánnak. Azt gondolom, hogy börtön létesítése Nagyatádon, büntetés végrehajtási intézet, én azt hiszem, hogy nem az elnevezésem van a lényeg. Ez egy olyan súlyú kérdés, amit nagyon körültekintően kell vizsgálni, és minden lépést ebben a témában nagyon körültekintően, megfontoltan és megalapozottan kell megtenni. Én most úgy látom, hogy nem történt meg ez a megfontolás ennek a kérdésnek, ez sokkal alaposabban kellett volna nekünk itt Nagyatádon végig gondolni, hogy mivel jár egy ilyen létesítménynek a városban történő megépítése. A képviselők abban egyetértettek. A büntetés végrehajtási intézet előnyei mellett a hátrányait is meg kell vizsgálni, csak ezután lehet érdemi lépéseket tenni ez ügyben. Ugyanakkor a lakosság véleményét is ki kell kérni a kezdeményezésről. Nyilvánvalóan, hogy nagyon körültekintően kell a döntéseinket meghozni felelősségteljesen, és nagyon körülmény, nagyon meg kell nézni, hogy a feltételekben mik az előnyök, mik a negatívumok, hiszen mindennek van hozadéka, van pozitív hozadéka, negatív hozadéka, de valamerre el kell mennünk, mert az nem lehet, hogy van egy lehetőség, és meg sem vizsgáljuk. Igenis, meg kell vizsgálnunk a körülményeket. Ilyen büntetés végrehajtási intézet, börtön létesítése, ez nem ugyanaz, mint egy másik beruházás, hiszen ennek a jellege, a sajátosságai, az a társadalmi megítélés, ami körülötte van, azok a hatások, amelyek lehetségesek, akár pozitív, akár negatív értelemben, olyan jelentőségűek, olyan súlyúak, hogy egész más megítélés alá esik, mint egy szimpla gazdasági vagy bármilyen más célú beruházás. Összetett kérdésről van szó, nagyon komoly megfontolást igényel, és mindenképpen meg kell kérdezni a város lakosságát, ennek meg kell találni a formáját úgy, hogy előtte meg lehessen vitatni, meg lehessen beszélni, hogy ez mivel jár. A képviselők 6 igen és 5 tartózkodás mellett fogadták el a napirendet, ami azt jelenti, az elkövetkezendő időszakban a polgármester levélben keresi majd fel az illetékeseket. Én ezt a kezdeményezést el fogom juttatni az illetékesekhez, és nyilvánvalóan akkor egy egyeztetés el fog kezdődni, de ebből mindenképpen fontosnak tartom, hogy semmiképpen nem szabad kihagyni a lakosságot, hiszen őket közvetlenül érinti ez. A büntetés végrehajtási intézet létrehozásáról bővebb információt nem osztottak meg stábunkkal a képviselők, azonban megígérték, amennyiben egyéb érdemi információval tudnak szolgálni, értesítik televíziónkat.